A koronavírus terjedése valamelyest elvonja a figyelmet a migrációról, de szakértők szerint éppen ezért lenne most is fontos odafigyelni erre a témára, mert az Európába igyekvők nem ismert vírusokat hozhatnak be Afrikából. És közben úgy tűnik, hogy a koronavírus terjedése elindított egy folyamatot, sokan megpróbálnak visszamenni saját országaikba, ahol kevesebb lehet a fertőzött. De addig is a migráns táborok a járvány egyik melegágyának számítanak, ahol akár 35%-os is lehet a fertőzöttség. Most Tariti Tanilla folytatja vendégével. Jó reggelt, szervusz Edina! Elsőként Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadóját kérdezem, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Korábban azt mondta tábornok úr, hogy új szintre lépett a migráció a koronavírussal. Mit jelent ez a szintlépés, és milyen kihívás elé állítja a szakembereket? Az illegális tömeges határátlépések, a beáramlás az kezdetektől kezdve, tehát 2015 óta nagyon sokfajta veszélyt jelent az Európai Unióra, ezen belül Magyarországra is. Elsősorban közbiztonsági, belbiztonsági veszélyhelyzetet jelent terrorcselekmények és köztörvényes bűncselekmények révén, de természetesen a szociális ellátórendszernek a leterheltségével, gazdasági következményekkel is számolni lehetett, és kezdetek óta mindig napirenden volt, hogy különféle betegségek behurcolása is bekövetkezhet, mégpedig olyan betegségek, amelyek talán Magyarországon vagy az Európai Unióban már nem nagyon fordulnak elő. Ezek, erre mondtam, hogy szintet lépett a dolog, hiszen egész Európa küzd az új járványügyi helyzettel, ez a koronavírus megbetegedések tömegessé válásával, súlyos betegségekkel és halálesetekkel, és az illegális átlépők részben a kiinduló országokba kialakult vírusveszélyes helyzet miatt, részben pedig a különféle táborokba, túlzsúfolt befogadó központokba tartózkodó migránsok pedig egymás megfertőzésével a koronavírus terjedésében is közreműködhetnek. Akár ezekben a táborokban gyorsabban is terjedhet a vírus, és ez mondjuk veszélyes lehet a táboron kívül élőkre is? Tehát két dolgot említenék talán. Az egyik, hogy említettem, hogy a legnagyobb kibocsátó országok, illetve útvonalak mentén súlyos járványügyi helyzet alakult ki. Kettőt említek, az egyik Irán, ahol hát az egész térség egyik gócpontja alakult ki, és a Afganisztánból, Pakisztánból induló migránsok Iránon keresztül haladnak, és jutnak el Törökországba, majd pedig a balkáni útvonalra, de önmagában az afganisztáni helyzet is, most nem terrorista cselekmény oldaláról, hanem migrációt követő, vagy azzal összefüggő egészségügyi problémát említem, koronavírus fertőzés tekintetében is elég súlyos helyzet alakult ki. Ez az egyik dolog. A másik dolog az a migrációs útvonalon levő országok védekezése, többek között a migrációval együtt járó behurcolások ellen is. Török-görög határtérséget emelném ki most ezúttal, ahol hosszú hetek óta rendszeres összetűzésekre, feszült biztonsági helyzetre lehetett következtetni az információk alapján és a látottak alapján. Az elmúlt napokban a török hatóságok innen a migránsokat, akik az elmúlt hetekben ostromolták a görög és ezáltal az Európai Unió határait, elszállították mélységi táborokba, többek között éppen a koronavírus fertőzések veszélye következtében, és azt lehet látni a balkáni útvonalon is, hogy mindenütt az európai országok lezárták a határaikat, és itt most konkrét, valóságos lezárásokról beszélek, a katonaság bevetésével is, és ezáltal az illegális átjutások száma jelentősen csökkent, illetőleg a bejutott személyeket egy nagyobb számba az eddigiektől eltérően zárt táborokba helyezik el, és ott is számos biztonsági intézkedést vezettek be, a belépők szűrését, a látogatások megtiltását, vagy éppen a kijárás, még az élelmiszer beszerzés céljából történő kijárásnak is az igen erőteljes korlátozásával. A különböző útvonalakon a mozgásokra hogyan hatott a vírus? Itt lehetett olvasni ilyet, hogy van, ahol már visszafelé áramlás van a kevésbé fertőzött területekre. A
A spanyol és az olasz relációba megállt az illegális átjutások száma, nem csak azért, mert az Európai Unió újraindította a fegyvercsempészek elleni tengeri küldetését, a hadihajók vesznek ebben részt, hanem azért is, mert a civil szervezetek, az NGO-k nem tudnak kifutni Olaszországból, és így aztán a Líbiából útbaindulás minimalizálódott. Spanyolország határán ugyanez a helyzet. A görögországi helyzet az annyiban más, hogy az előbb említettem, hogy a zöld határostromlókat elvitték a török hatóságok, ellenben a szigeteken, a görög szigeteken komoly nehéz helyzet alakult ki, közel 42 ezer ember zsúfolódott össze. Ez a magyar határon pedig úgy jelentkezik, hogy az idei évben közel 9000 tiltott határátlépés megakadályozását hajtotta végre a rendőrség és a vele együttműködő magyar honvédségi alakulatok. Ez az utóbbi hetekben fokozatosan mérséklődött, tehát a korábbi 100-200 fő napi átlagból ma már inkább a 8-10-20 maximum elfogásra kerül sor. Vagyis azok az intézkedések, amelyeket jelentős részben a koronavírus miatt vezettek be a balkáni útvonal államai, visszafogták, mérsékelték a illegális határátlépéseket, ezáltal a magyar határ terheltségét is. Ugyanakkor az, hogy a migráns közösségekben is már megjelent ez a vírus, ez nagyon komoly kockázatokkal jár. Milyen kihívások elé állítja ez a szakembereket? Minden állam kicsit másként reagált, van olyan európai állam, aki azt a döntést hozta, hogy azok, akik benyújtották a menekült kérelmüket, azok kapjanak állampolgárságot, hogy ugyanolyan egészségügyi ellátásban részesülhessenek, mint az állam, valós, a már hosszabb ideje állampolgársággal rendelkezők, de más országokban pedig az előbb már említettem a zárt táborok bevezetését, amit korábban nem volt tapasztalható, egyetlen egy Európai Uniós országban se, ezt kifejezetten tilalmazta az Európai Unió, minket is nagyon sok bírálat ért még annak idején, amikor igyekeztünk volna zárt táborokat kialakítani, és hát ott a bejutás, a beléptetés rendje, a belépők szűrése, a kiléptetés szigorú korlátozása, a látogatások megállítása, az NGO képviselők távoltartása, és hát az orvosi szűrési lehetőség támogatása, akár az Európai Unió, akár pedig az ENSZ forrásaiból, ezek a táborokban hát új kihívást, új feladatot jelentettek, és jelentenek napjainkban is. Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját hallották. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!